Ilyen most a piac leveleken, és ilyen lesz. A látványterv is kikerült a leendő építési területre. A levelekiek március 15-én a Nemzeti Ünnepen gyűltek össze, hogy lerakják az új piac alapkövét. Túróciné Székely Anita polgármester azt mondta, a 85 millió forintos beruházás egyszerre hasznos az itt élőknek és az őstermelőknek. A hazai, magyar zöldségek, gyümölcsök, a házi tej és tejtermékek finomak, egészségesek, vásárlás során itt ezeket a termékeket tudjuk előnyben részesíteni. Nagy jelentőségű a piac településünkön azért is, mert lehetőséget nyújt az őstermelőknek, kereskedőknek, hogy helyben dolgozhassanak és tudják eltartani családjaikat. A mostani piacot 2013-ban alakították ki, akkor egy piacfelügyeleti épület készült el vízes blokkkal. Most befedik a területet, és egy 600 négyzetméteres modern létesítmény épül fel, amely hétfőtől szombatig várja majd a vásárlókat. A polgármester három okból is büszke a fejlesztésre. Az egyik, hogy leveleken van piaci élet. A hét mindennapján hétfőtől szombatig van pesgés. Éppen ezért településünkön már nagy szükség volt egy olyan piacra, mely korszerű és igényes infrastruktúrát nyújthat a szolgáltatást végzőknek és a vásárlóknak egyaránt, reméljük mindannyiunk örömére. A másik, hogy településünk arculatát nagyban meghatározó, azt jelentős mértékben emelő létesítmény lesz levelek központjában. És a harmadik, hogy a piac, Vízelvezetésének megoldása csökkenteni fogja az itt mögöttem lévő Dohány utca csapadékvízterhelését, ami még nem jelent megoldást erre a problémára, de jelentősen javítani fogja. Az új piacot a település egyházi vezetői áldották meg, majd az alapkövet a leendő kivitelező és a tervező képviselőjével együtt rakta le a polgármester. A nemzeti ünnep alkalmából zenével és tánccal köszöntötték egymást a község lakói leveleken.